Augusztus 2-án veszik kezdetét a háromnapos Sóstúrsárfeszt a Krúdi Vigadó előtti sétányon, ahol a gasztronómia, a zenei programok és természetesen a sör különlegességek rajongói csemegészhetnek ismét. Az évről évre több látogatót megmozgató rendezvényen minden eddiginél több, már közel 100 féle sörből válogathatnak majd az érdeklődők. Nagyon készültünk az idei Sárfesztre, mivel ugye ez a 13. alkalom, és ugye mi nem vagyunk babonásak, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon szuper fesztivál lesz újra, ugyanúgy, mint az idei, az eddig megszokottak. És különböző zenei programokkal készülünk, ugye ez augusztus 2 és 4 között kerül megrendezésre, és ugye minden nap lesznek zenekarok. Pénteken nyíregyházi zenekarok, a Menta Projekt, Tibialhelyről az All In Music Band, szombaton pedig érkezik hozzánk a Texas Tours mellett a Gipó Cirkusz, illetve az Easy Copy, ugye akik ők is külföldön is fellépnek többfelé, és vasárnap pedig DJ és más zenekarok lesznek. A koncertek esténként 18 órától kezdődnek, ahogy pedig Kecskés Andrea főszervező elmondta, a fókuszban a nemzetközi és hazai sörfőzdék állnak, de válogathatnak a rendezvényre látogatók gyöngyöző borok, fröccsök, koktélok és minőségi pálinkák között is. A gasztronómiai kínálat pedig az idei évben még színesebb lesz, hiszen a hala, street food és grillételek mellett pizzák is lesznek a kínálatban. A rendezvény egyik fő támogatója, a Sóstúgyógyfürdők ZRT pedig különleges fürdőprogramokkal készül a rendezvény idejére. Ezért, mivel az Aquarius Nyíregyháza az egyik fő támogatónk, ő egy kísérő programot szerveznek, augusztus 3-án éjszakai fürdőzés lesz, illetve egész hétvégén tematikus szauna programmal várják a kilátogatókat. A színes programok mellett szombaton és vasárnap népi játszóház várja majd a gyermekeket és családokat, hogy garantáltan minden korosztály megtalálja a számára kedves programot augusztus első hétvégéjén Sóstón.